Ugye te is ismered a Slovnaftot? Nem csak egy kőolajfinomító Pozsonyban, de további 208 üzemanyag töltőállomás Szlovákia szerte. A kutak a legmodernebb technológiával vannak felszerelve, ennek köszönhetően nem szennyezik a környezetet és biztonságosak. Ám az üzemanyagot először elő kell állítani, ez pedig a pozsonyi finomítóban megy végbe. A kőolajból az alkohol lepárlásához hasonló módon készülnek az üzemanyagok, azaz a benzin, a gázolaj és a kerozin. De emellett számos egyéb termék is. Ilyenek például a kenőolajok, gázok, de a polietilén és a polipropilén is. Hogy nem tudod, ezek mit jelentenek? Ha körbenézel, számtalan műanyagból készült dolgot találsz, melyek alapanyaga ez a két termék. A kőolajat először el kell juttatni a finomítóba. Ez a híres barátság vezetéken keresztül történik, mely több ezer kilométerről, Oroszországból szállítja ide hozzánk a nyersanyagot. A vezeték nemrég ünnepelte 50. évfordulóját. Nálunk a vezetéket a Transpetrol üzemelteti. Naponta több ezer tonna kőolajat juttat el a pozsonyi finomítóba. A kőolajat a finomítás megkezdése előtt meg kell szabadítani a felesleges szennyeződésektől. A finomítás magas nyomású, vagy pont fordítva, vákuumos reaktorokban megy végbe. A kőolaj különböző folyamatokon keresztül változik lassan üzemanyaggá és feldolgozhatatlan maradékká. Ennek egy részét a finomító a saját hőerőművében változtatja energiává. Az anyagok a finomító területén egy rettentően bonyolult és hosszú csőrendszeren keresztül vándorolnak az egységek között. Ha az összes csövet összekötnénk, hosszuk elérne a holdig és vissza. A finomítás során minden anyagnak más és más szaga van. Egy gyakorlott finomítói alkalmazott állítólag már a szagok alapján meg tudja mondani, hogy pontosan a gyár melyik részén tartózkodik. A finomítás során a környezetvédelemre is ügyelni kell. A Slovnaft már évek óta környezettudatosan működik, és komoly figyelmet fordít a természetvédelmére, valamint a hulladékfeldolgozásra. A finomítóban a különböző folyamatok során nagy mennyiségű vizet használnak például hűtésre. Ilyenkor a víz gyakran szennyeződik, éppen ezért a Slovnaft saját víztisztító állomással is rendelkezik. Itt a felhasznált vizet először mechanikai úton, majd vegyileg, s végül biológiai úton tisztítják meg. Annak bizonyítékaként, hogy a finomító valóban tiszta vizet enged vissza a természetbe, az utolsó víztározóban halakat is tartanak. A finomító kinézete ellenére élőlényekkel teli környezet. Eredetileg a helyén egy gyümölcsös volt, ezért a mai napig kertészeket is alkalmaz, akik a növényekkel törődnek. Mivel a Slovnaft a jövőre is gondol, komoly figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre. Az Ecopolis alapítvánnyal karöltve évek óta támogatja a Zöld Oázis programot, melynek hála Szlovákia szerte számos park, tanösvény és zöld kert újul meg, vagy jön létre. A Slovnaft az Egy csepp olaj is számít program keretén belül a használt háztartási olajat is begyűjti, melyet újrahasznosítva később bioadalékként kever bele a gázolajba. A Slovnaft Európa egyik legmodernebb finomítója, ennek is köszönhetően Közép-Európa kőolajipari óriása, a MOL csoport tagja. Ám a cég hosszú utat járt be, míg a MOL csoport részévé vált. Az első kőolaj finomító Pozsonyban 1895-ben alakult meg. Az Apolló nevet kapta, s emlékét a helyén felépült legfiatalabb pozsonyi Dunahíd őrzi. Ám a II. Világháború idején ezt a finomítót lebombázták. Ma a finomító területén létezik egy hely, mely egy ilyen támadást is túlélne. Ez a központi irányító egység, melynek mindig működnie kell. Az 50-es években a finomító egy új helyén épült fel, s azóta is bővül és megújul. Ma mintegy 500 hektáros területen áll, ahol naponta 3300 alkalmazott, 80 nyúl, számos macska és egy hód él. Közülük pedig nyilván sokan szeretik a sportot. A Slovnaftot mindenki a sport egyik legkiemelkedőbb támogatójaként ismeri. A legjobb hazai labdarúgó csapatok a Slovnaft kupában, a legjobb jégkorong csapatok pedig a Slovnaft playoffban versenyeznek. A legjobb hoki meccseket köztudottan a Slovnaft arénában, az ország legnagyobb jégkorong csarnokában játsszák. Ám a Slovnaft nem csak a focit és a hokit tölti fel energiával. A vállalat Stefan Svitkot, a Rally Dakar legsikeresebb szlovák versenyzőjét is támogatja, aki a verseny során több ezer kilométeres távot tesz meg motorkerékpárján. A Slovnaft alkalmazottjai is rengeteget utaznak kerékpáron vagy autóbusszal, ezért a vállalat a finomító területén saját autóbuszjáratokat is üzemeltet. A késztermékek a finomítóból a Dunán teherhajókon, a közutakon, tartálykocsikon, vasúton vagy üzemanyagvezetéken jutnak el a célállomásra. Az üzemanyagvezeték a kőolajvezetékhez hasonló csőrendszer, ám a kőolaj helyett üzemanyagot szállít. A finomítóban előállított termékek közel 75%-át a Slovnaft exportálja.
A Slovnaft más téren is nagyon aktív, kulturális, művészeti, oktatási és tudományos programokat támogat. A Közép-európai Alapítvánnyal karöltve Európa új tehetségei programjával számtalan fiatal sportolót, művészt és tudós palántát karolt már fel. Közvetlenül a finomító területén egy régi felújított iparcsarnokban nemrég egy új kiállítási és kulturális központ, a Refinery Gallery nyílt meg. A Slovnaft évek óta támogatja az ország leghíresebb néptánc csoportját, a Lucsnicát, mely hosszú ideje őrzi és ápolja az ország folklór kincsét, s külföldön is öregbíti Szlovákia hírnevét. Ám a kultúráért nem kell a világ végére utazni. A Slovnaftnak köszönhetően Szlovákiában a diákok az ország számos pontjáról utazhatnak ingyen több szlovákiai színházba. Ha ezután meglátod ezt a logót, jusson eszedbe, hogy ez nem csak egy finomító és kúthálózat, hanem egy olyan modern vállalat, mely támogatja is azokat az eszméket és programokat, melyeket értékesnek és fontosnak tart.